Egy-egy mozdulatot akár több százszor is végigvesznek a próbán a fiatalok. A Szent László AMK tornaterme minden délután és este a Danubia Művészeti Iskola táncosaié, akik közül sokan versenyszerűen űzik ezt a sportot. A középiskolás Fuszenekker Mónika és partnere Vidák Bálint szeptember óta dolgoznak együtt. Legutóbb Szentesen a Kelet-Magyarország területi bajnokságon, a felnőtt E osztályban, a standard táncokban bronz, míg latinban ezüstérmet szereztek. Eleinte magunknak csináltuk meg a sorokat, és az évvel bemutattuk, amikor azt mondta, hogy valami nem jó, akkor persze kijavítottuk, vagy megbeszéltük, hogy ha valamit nem tudtunk, akkor segített benne, de nagy részt mi tettük össze a sorainkat. Melyik a kedvencetek egyébként, melyik a kedvenc táncotok, van a kedvenc? Nekem a kedvencem talán a quickstep. Teljes mértékben imádom a játékosságát, a gyorsaságát, sokkal jobb szerintem, mint a többi tánc. A társastánc felnőtt kategóriáit betűjelzések különböztetik meg az A-tól E osztályig. A 12-es Horváth Kata és a már egyetemista Tumó Roland egy éve készül együtt a versenyekre, ők jelenleg D osztályban indulnak. Én Kaposváron járok hétfőn szerdán, mert ott tanulok, Kata pedig itthon, és akkor csütörtökön és pénteken tudunk együtt edzeni, valamint hétvégente szoktunk külön órákat venni. A fiatalok szerint nem csak a technika, hanem az előadásmód és a kisugárzás is fontos, és a lelki terhelést is bírni kell. A vegyes pár Kozár Michelinben az országos 8 tánc döntőben és a kaposvári Nyugat-Magyarország területi bajnokságon egyaránt a dobogó legfelső fokára állhatott fel. Személy szerint én nagyon szeretem a kihívásokat és az ilyen látványosabb figurákat, amik kicsit kilépnek a megszokottból, én azokat nagyon kedvelem, és most szerencsére belekerültek olyanok is a sorainkba, és én azokat azért szeretem, mert sokkal jobban élvezem tőle az egész táncot, és ez szerintem látszik is. A Bajai Táncsport Egyesület és a Danubia Művészeti Iskola táncpedagógus szerint a társastánc pontozása mindig is szubjektív lesz, de a bírálati rendszer most előnyére változott. Másfél perc áll rendelkezésükre, hogy elbírálják, hogy éppen az adott körből melyik az a páros, akit továbbjutásra érdemesre találnak, és utána a döntőben pedig, hogy kit hányadik helyre pontoznak. Az most nagy pozitívum szerintem, hogy ez a pontozás titkos, mert régen még a Szavária idejéből szerintem mindenkinek van olyan emléke, hogy felmutatták az asztalnál ülő pontozóbírók, hogy jön az első helyre, teszem, ő a hatodikra jön. És akkor egy idő után azért az kialakult, hogy a pontozók között is van bizonyos rangsor. A versenyeken nem csak az érem a cél, hanem a pontszerzés is, amivel a következő évben már egyel magasabb osztályba kerülhetnek a fiatalok.